A Millás reggeli, és itt van velünk a vonalban Bejó Pál, a Policy Agenda kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát elég csúnya. No, hát egy betű megfejtést várunk, hogy milyen lesz a gazdaság teljesítménye. Gyakorlatilag a fél ABC-t fel lehet sorolni, mindenféle tipp volt az L-től a V-ig, a szimpla V-ig és a dupla V-ig. Azért szépen lassan tisztában látunk, mert jönnek be az adatok. Most éppen hogy néz ki a magyar gazdaság helyzete, illetve mik a kilátásai? Az a helyzet, hogy a harmadik negyedévi gazdasági fejlődési indexünk azt jelzi, hogy hát lassan fog helyre térni a gazdaság. Ugye a harmadik negyedévre azért volt egy kis javulás, de hát összehasonlítva az előző évhez képest azért rosszak az eredmények. Nyilván nem éri el ugye egyetlen egy ágazaté, tulajdonképpen az informatika az, ami tudott fejlődni, de a többi ágazat teljesítménye változatlanul csökken, és az exportban nagyon fontos iparunk is hát jelentősen elmarad a korábbi szinttől. Ugye a fogyasztói áremelkedés ütemét mindenki érzi, hogy ez igen jelentős, a forint árfolyam is akár tovább is gyengülhet, és hát most attól félhetünk, ugye, hogy a második hullám következtében a foglalkoztatottság ugye nyári hónapokban kissé javult, de most újra megakad, és számítani lehet arra, hogy megint hát visszaesik a foglalkoztatottság. Ez nagyon komoly nehézségeket jelent majd nyilván, hiszen a lakosság, a háztartások jövedelmei emiatt tovább szűkülhetnek, és ez nagyon komoly családi problémákat is okozhat majd nyilvánvalóan. Uh-huh. Hát a munkanélküliséget illetően ott mekkora növekedés várható? Lehet ezt becsülni? Hát igen, az a helyzet, hogy valószínűleg nem lesz olyan mély visszaesés, mint a járvány első hullámánál volt, de megszokta ugye a társadalom azért most már lassan a gazdaság azt, hogy home office-ban hogy lehet dolgozni, ugye nagyon sokan részmunkaidőben dolgoznak, ezzel együtt ez a kellemetlen helyzet, ez változatlanul fennmarad, bizonyos ágazatok nem működnek, tehát ott jelentős létszámleépítés van nyilvánvalóan, de Európa szerte romlott a munkaerőpiaci helyzet, és a munkanélküliség ugye Európai Unióban már 7,5%, az eurózónában 8,3%. Tehát szeptember végén a regisztrált álláskeresők itt Magyarországon 323 ezeren voltak, ez 6%-kal kevesebb volt ugyan, mint augusztusban, de 80 ezer fővel, tehát 33%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. Ugye aztán kevesebb új állás helyet jelentenek be a foglalkoztatók, ez ugye 26-27%-kal kevesebbet, tehát ez is nagyon jelentős. A piaci munkahelyek száma, amit bejelentenek, 39%-kal csökkent például. Uh-huh. És a bejelentett új álláshelyeknek is hát 60% a közmunka végzésére irányul. Igen. Tehát ez egy jó dolog. Igen. Nagy kérdés még az inflációnak az alakulása, ez pedig azért fontos, mert hogy az is ide-oda hullámzik, és hogy hát ugye az emberek nem tudják eldönteni, hogy akkor most drágulásra számíthatnak, vagy stagnálásra. Hát igen, a fogyasztói árak azok évek óta egy ilyen elég kemény árnyomás alatt vannak, és amiatt magasak, tehát stabilan magas a maginfláció, az élelmiszerárak tartósan magasak, sőt növekednek. Ugye ez azért érdekes, mert az EU-ban a fogyasztói árak csupán 0,2%-kal nőttek, sőt az eurózónában még pár tizeddel vissza is estek a szeptemberihez képest. A magyar infláció a második legmagasabb az Európai Unió tagországban. Ennek mi az oka egyébként? Hát valószínűleg ugye itt az ágazatok visszaesése, a termelés visszaesése nagyon jelentős. Hát a forint árfolyam is nyilvánvalóan hat erre. Úgyhogy előrejelzésünk szerint 2020-ban a fogyasztói áremelkedés még mindig olyan 4% vagy valamivel a fölött lesz éves szinten, és hát jövőre fog valószínűleg csökkenni, tehát arra számítunk, hogy azért valamelyest ez javulni fog.
Ugyanúgy, hogy a munkanélküliség is, hát jelenleg azért a 4% fölötti munkanélküliség mindenképpen éves szinten várható, és jövőre fog talán kicsit visszaesni majd. Igen. Az államháztartás bírja? Egyrészt ugye elég nagy a bevétel kiesés, miután a gazdasági növekedés megtorpant, meg vissza is esett, meg így hullámzik, hogy meg hát ugye valamennyi pénzt azért a magyar állam is kiszórt a gazdaságba, hogy enyhítse a válságot. Bírja még az államháztartás? Hát 2020-ban egész biztos, hogy a korábban tervezetnek, ugye ami 360 milliárd volt, annak a tízszeresére, tehát ilyen 3600 milliárd forintra is növekedhet a központi költségvetésnek a pénzforgalmi hiánya, és hát ez valószínűleg áthúzódik ugye a jövő évre is. Hát ez az államadósság is jelentős megváltozását fogja okozni. Hát az az igazság, hogy minél előbb vissza kéne térni egy ilyen egyensúlyra törekvő költségvetési politikához, de az a helyzet, hogy muszáj az államháztartási hiányt elengedni. Ugye az Európai Unió is hát mentesítette az országokat a túlzott deficit eljárás alól, és valamennyi országnál ilyen magas 7-10% körül lesz idén az államháztartási hiány. Hát már az első háromnegyed évben egyébként a központi alrendszer 16 ezer milliárd forint bevétel mellett az a törvényi előirányzat 76%-a volt, már 18.500 milliárd forint kiadása volt, tehát az előirányzat 85%-át teljesítették. Tehát a hiány mértéke mindenképpen ugye 7-8% körül lesz, tehát az államadósság is hát 80% közel, GDP 80%-a közelébe fog emelkedni. Jó, az utolsó kérdéskör az egy érdekes, mert a GFI Indexnek van háztartási indikátora is. Ez mit jelez? Hát a háztartási indikátorban tulajdonképpen a háztartások jövedelmi vagyoni helyzetét nézzük, a reálkeresetek változását, meg a munkanélküliség alakulását, tehát a foglalkoztatást nézzük meg, és hát az a helyzet, hogy ugye a csökkenő foglalkoztatás mellett ugye az átlagkereset 2020-ban valószínűleg ilyen 4% körül emelkedhet, tehát a reálkereset az csupán 1-2%-kal emelkedhet. Nyilván a nyugdíjak veszítenek a reálértékükből, ugye a nyugdíjprémium, nyugdíjkiegészítés ellenére mérséklődik ugye a korábbi évek jelentős fogyasztás bővülése, ugye lelassul a korábbi béremelkedés, most elkezdődtek ugye a minimálbérrel kapcsolatos tárgyalások is, de hát valószínű ugye, hogy itt is csak a korábbi évektől eltérően hát egy 4-5%-nál magasabb emelés jövőre nem valószínű. Tehát a dinamikus béremelkedés lelassult, nyilván a hitelezési expanzió is lassul, csökken azért a korábbi magas fogyasztói bizalom is egészen biztos. Hát ezt mindenféle módon lehet azért generálni a növekedését ezeknek a gyengülő folyamatoknak. Ugye ilyen a lakásépítési boom lelassulása miatt ugye az 5%-os új lakás áfa bevezetése, de ennek ellenére ez nyilván szűkülni fog. Tehát mindenképpen az kell, hogy valami pénzügyi segítség legyen a háztartások megélhetési körülményeinek a javításában. Tehát ehhez valószínűleg hozzátartoznak ugye a családok megsegítését szolgáló ilyen munkahely megőrző támogatási formáknak a újabb hátgenerálása. Ez egészen biztos szükséges lesz. Nagyon szépen köszönjük, vidámabbak nem lettünk a beszélgetéstől, de jobban informáltak. Igen, hála önnek. Köszönjük hát még egyszer. Úgy gondolom, igen, hogy azért lassan helyre fog állni azért várhatóan a gazdaság, és nem lesz egy harmadik hullám majd remélhetőleg. Igen. Reménykedjünk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, viszont hallásra! Bejó Pállal a Policy Agenda kutatási igazgatójával vázoltuk, hogy milyen kilátásaink vannak gazdasági szempontból a következő hónapokra. Hát legyen így, mert nyilván ugye a vakcina az, ami megakadályozhatja, hogy harmadik hullám legyen, és ezekkel kapcsolatosan jó hírek jöttek az elmúlt hetekben. Amerikában már oltanak, már idén Európában is kezdik januártól, úgyhogy
remélhetőleg hozzánk is eljut és hatékony lesz. Gyors útinfókat mondok, noha még csak fél van, mert hogy egészen nagy káosz kezd kialakulni az M0-áson észak felé, az M0-ás az M3-as előtt is most már, illetve után, ugyanis egy nagy baleset van, a hogy is írta a hallgató, ez a Rákospalota, hogy a nulláson, tehát a hármastól északra a következő kereszteződés környékén borzasztó balesetként írta le az egyik hallgató. Most már, ha jól látom, több mint 10 kilométert áll, mint a szöveg a nullás fölfele, és kezd tényleg nagy káosz lenni Dunakeszin is. Aztán Jászberényi út a Kozma utca után kifelé áll, mint a szöveg, írja egy másik hallgató. Az M5-ösön, az M5-ösről Szeged felé Tejfölköd, sejtelmes utazás, de legalább haladós, egy ilyen info is jött. Igen, igen, megtaláltam közben ezt a M0-ás Fót-Rákospalotai lejárónál van az a borzasztó karambol, tűzoltók és rendőrök útellenőrző járművek fokozzák az amúgy sem kicsi torlódást, írja nekünk a hallgató, és az iménti beszélgetésre is reagált az a hallgató, aki korábban még a műsor elején azt írta, hogy nekem sikerült bebizonyítani a Kocsányos tölgy zsenialitását a meteorológiával szemben. Most azt írja, drága urak, most néztem végig a világ betűkészletének 80%-át, ami itt kialakulni látszik a gazdaságban, olyan betű nincs. Hát, ennél mi optimistábbak vagyunk, nem csak hivatalból. Jönnek a rövid hírek, és utána folytatjuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a...